Ha én ezt csinálom, akkor biztos vagy benne, hogy engem kiállítanak, és az ellenfélük szabadrugást. Az utolsó 20 perc volt, ami inkább a játékvezetőről szólt, ismételtem, ami nem hiszem feltétlenül jó szerintem. Lehet, hogy 11-es volt, de előtte volt egy olyan szituáció, amikor az ellenfél belső időt ki kellett volna állítani. Szerintem nem szoktam mostanában a bíróval foglalkozni, de azt gondolom, hogy ilyen mérkőzések talán jobb lenne, hogyha nem hazai játékvezető vezetné ezeket a mérkőzéseket. Mindenki talán jobb lenne és nyugodtabb lenne a légkör. Én azt mondom, hogy teljesen olyan mérkőzés volt, amiben nem kellett volna ilyen szinten belenyúlni. Múltkor én voltam a mentő, nem úgy gondolom, hogy én vagyok a megmentő. Ez egy csapatjáték. Múltkor inkább azzal voltam elfoglalva, hogy inkább feszült voltam a Puskás meccs után. A Honvéd meccs után beszálltam, a bőröm nem ért 10 fillért. Most hál' Istennek meg jól jött ki a lépés, és nagyon boldog vagyunk, hogy tovább tudtunk jutni a kupában. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Moment für uns war. Wir haben Samstag, glaube ich, alle eine ganz, ganz schlechte Nacht gehabt nach dem Honvéd-Spiel. Én azt gondolom, ez a pillanat mindjárt számára egy nagyon fontos pillanat volt. Szombat este a mérkőzés követően mindenkinek nagyon rossz éjszakája volt. Wir mussten ein kleines bisschen was ändern in unserer Einstellung. Und das haben wir Sonntag aufgearbeitet. Das haben wir Montag nochmal im Video aufgearbeitet. Wir haben jeden Tag so viel Zeit miteinander verbracht, dass wir mehr im Meetingraum waren als auf dem Platz. És gyakran a hozzáállásunkban kellett valamit megváltoztatnunk, átalakítanunk. Ezt vasárnap hajtottuk végre hétfőn a videóelemzésekkel, és gyakorlatilag az elmúlt napokban többet töltöttünk együtt a megbeszéléseken, illetve különböző tanácskozási termekben, mint kint a pályán. Döntően befolyásolják a mérkőzést. Lehet, hogy a 11-es az belül volt, de utolsó emberként lerántanak valakit. Ha én ezt csinálom, akkor biztos vagy benne, hogy engem kiállítanak, és az ellenfélük szabadrugást. Itt fordított eset volt. Ezek azért döntően befolyásolják az ilyen mérkőzéseket. Tényleg itt azért egy nagy tétről van szó, főleg a mi esetünkben ugye a bajnokság ugye elment, a kupába szerettünk volna jól zárni, azért ezek nagyon fontos és befolyásolja tényezők. De hát nincs mit tenni, előre kell lépnünk, vagy tovább kell lépnünk ezen, és a bajnokságban kell minél jobban szerepelnünk. Jobb lenne mondjuk beszállni 0-3-nál, vagy 3-0-ra vezetünk, inkább úgy mondom, hogy 3 góllal vezetünk, jobb lenne úgy beszállni, de a lényeg az, hogy most tovább jutottunk.